dolgoznak a szakemberek és a Széchenyi István Egyetem hallgatói itt a Kossuth hídon. Az 1929-ben épült, majd 1945-ben felrobbantott, és 5 évvel később újjáépített vasszerkezet legújabb fejlesztésének próbaterhelését vasárnap tartották. A 87 milliós beruházás során elbontották a járda burkolatát, és új kerékpáros konzolt alakítottak ki. Így november 20-ára már csak a tesztelés maradt hátra. A híd vizsgája több részből állt. Elsőként a kialakított biciklis vonalra állították fel azokat az egyenként 1 köbméteres tartályokat, melyeket vízzel töltöttek meg a tűzoltók, 80 tonnával súlyozva így az átjárót. A szerkezeti alakváltozásokat és teherbíró képességet is ellenőrző szemle reggeltől egészen az esti órákig tartott. Tulajdonképpen most az első lépésnél tartunk, a gyalogjáró konzolokon a terhelését próbáljuk ki. Oda ugye járművet nem tudunk föltenni, tehát vizes balonokkal valósítjuk meg azt a szabályzati terhet, amit a szabályzat maximális igénybevételként előír. A vizes vizsga után délután ezek a rakparton várakozó teherautók kerültek a középpontba. A 20 tonnás gépek közül 8 a híd tetejére hajtott, így terhelve a kétsávos pályát. A közel 100 éves vasváz által sarat. Híradónk tudósítója hétfőn személyesen győződött meg arról, hogy már zökkenőmentesen halad mind a biciklis, mind a gyalogos, mind pedig a gépjármű forgalom.